A Magyar Vöröskereszt 1939 óta folyamatosan szervez véradásokat, évente többször is adhatunk vért, azonban két véradás között legkevesebb 56 napnak kell eltelni. Fontos tudni, hogy a véradás nem vérvétel, így nyugodtan ehetünk és ihatunk előtte, valamint egyben szűrővizsgálat is, így visszajelzést kaphat a véradó az egészségügyi állapotáról. Minden 18 és 65 év közötti egészséges felnőtt jelentkezhet véradás, akiknek a testsúlya eléri az 50 kg-ot. Minden egyes véradás előtt nézünk egy hemoglobin értéket, ezt újbegyszúrásból végezzük, ezután történik egy orvosi vizsgálat, ami a véradók részletes kikérdezését és egy általános fizikális vizsgálatot takar, amiben vérnyomásmérés, egy általános egészségügyi felmérés, tehát a szívtüdő meghallgatása, valamint a látható nyálkahártyák megtekintése történik. A nyár a véradások szempontjából mindig nehéz időszak, főleg a szabadságok miatt kevésbé szervezhetőek az emberek. A nehézségek már most mutatkoznak, pedig még csak június közepe van. Problémát okoz az is, hogy többnyire munkaidőben lehet vért adni, ezért helyeződik át ilyenkor a szervezés a lakosság területére és különböző rendezvényekre. Már szeretnénk hangsúlyozni, hogy mindenhol ott leszünk, ahol rendezvények lesznek, és kérjük, hogy engedjenek be minket és fogadjanak minket szívesen, mert tulajdonképpen a gyógyuló betegekért tesszük mindezt, hiszen tudjuk, hogy nyáron sok baleset van, azt is tudjuk, hogy azokat a műtéteket, amelyeket programoznak, azokat többnyire a nyári időszakra programozza mindenki, hiszen a szabadság utána akár a táppénzes időszakot is csökkentheti, tehát azt gondolom, hogy össze kell fognunk. A Vöröskereszt megyei igazgatósága külön kéri a polgármesterek segítségét, hogy a közfoglalkoztatottakat engedjék el arra az egy délelőtre a szervezett véradás napján.